A számlázó programot és a nyomdai gyártású számlatömböt használó adózókra is vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség. Ezt a NAV online számla felületén tehetik meg az érintettek. Azonban a számlázó program és a számlarendszer között vannak különbségek, hívta fel a figyelmet Barlai Krisztina sajtóreferens Adópercek című műsorunkban. Nagyon fontos az, hogy az online számlázó programban, ha beütjük az adatokat, akkor számlát tudunk készíteni, és az adatszolgáltatás az automatikusan megvalósul. Számla tömbbel kiállított számlák esetén pedig az online számla rendszerben kell manuálisan rögzíteni az adatokat, tehát ezért különböző a két rendszer használata. Fontos tudni tehát, hogy a kézi rögzítő felület nem alkalmas számla kiállítására, a papír alapú dokumentumon szereplő adatokat pedig nem a számlázó programba kell beütni. Ez a program ugyanis a teljesen új számlák kiállítására szolgál. Az adatrögzítés során, tehát a papír alapú számlák adatainak beírásakor további fontos tudnivaló, hogy módosítani, javítani azokat nem lehet. Fontos még az is, hogyha számlatömbben adja ki az adózó a számlákat, hogy akkor is biztosítani kell a folytonos sorszámot. Tehát egy sorszámhoz nem tartozhat kettő vagy három számla, illetve amikor berögzíti az adatokat, akkor oda kell figyelni a pénznemre is, tehát a forintra és egyéb pénznemek nem keveredhetnek a számla adatrögzítése során. Szintén oda kell figyelniük az érintetteknek arra, hogy a vevő adatainak, mint például adószámának rögzítése is pontos legyen. Mindenről további információ elérhető a NAV honlapján, de telefonon és személyesen az ügyfélszolgálaton is segítséget nyújtanak az adóhivatal munkatársai.